Sokan döntöttek úgy a hét utolsó napján, hogy az estét a helyi adventi vásárban töltik, ahol az ínyeltségek finom illata, a különféle kézműves portékák és az égő sorok csillogó látványa már önmagában egy kellemes hangulatot varázsolnak. A kilátogatók nagy örömére a várakozás időszakát különféle előadások is tarkítják. Bronzvasárnap első ízben a Maros Tánc Együttes Pántlika Boglárka nevet viselő csoportja örvendeztette meg fellépésével a kilátogatókat. Ezután a Makói Óvoda intézményvezetője Bányai Anita tartotta meg beszédét, melyben arra hívta fel a figyelmet, hogy a karácsony csodáját ne az ajándékokban, hanem sokkal inkább embertársainkban keressük. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő jó kívánságokban, szerető érzésekben érkezik. Kell lennél nagyobb ajándék? A következő 365 napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló tárgyak, hanem csak is ezek. Csak ezek a karácsony csodája. Ezt követően Kári Sándor nyugalmazott pedagógus vette át a szót. Mint kiemelte, az advent az egyházi év kezdete, a várakozás szellemében uralkodjon a lelkünkben a tisztaság, az emberség és a szépség egyaránt. Lélekemelő idők ezek, amikor kitárjuk a szívünket. Valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, de ne csak így decemberben, írja Juhász Gyula. Az ünnepség keretében az adventi koszorút ifjabb Cserháti Sándor evangélikus lelkész áldotta meg, majd Farkasi Erzsébet polgármester, Bányai Anita, Kári Sándor két gyermek segítségével meggyújtották a második adventi gyertyát, mely a reményt szimbolizálja. A meghitt rendezvényen a jelenlévők a Makói Óvoda növendékeinek kedves kis műsorát úgy szintén megtekinthették. A második adventi hétvégéről egy hosszabb összeállítással is jelentkezünk csütörtök esti társalgó című színes kulturális magazinunkban, valamint ezt követően egy nagyobb lélegzetvételű összefoglalót szintén műsorra tűzünk.